Szombathelyen a Vörös Sándor Színházban kiállítás megnyitóval kezdődött a program. Az érdeklődők megnézhették azokat a régi fotókat, írásos emlékeket, leveleket és lehallgatási jegyzőkönyveket, amelyek az 1987 és 1993 között működő Németh László szakkollégium történetét mutatták be. A megnyitón felolvasták Kondor Katalin írását, amelyben a szerző a rendszerváltoztatást megelőző esztendők hősiességéről, különlegességéről beszél. A Daliás jelentése hős harcos. S bizony nekünk magyaroknak még hétköznapjainkban is hősiesen kell harcolnunk, ha el akarunk érni valamit. Ez benne van a mi sorsunkban, s mi ezt, ha visszanézünk történelmünkre, számos alkalommal meg is tettük. Hősiesen harcoltunk. Vagy hősiesen gondolkoztunk. A szakkollégium történetét bemutató kötet a Könyvhétre jelent meg. Szerkesztői között olyan egykori szakkollégisták vannak, akik életük legmeghatározóbb éveiként emlékeznek azokra az időkre. Ahogyan a rendezvényen elhangzott, a szakkollégium önigazgató, bázisdemokráciára épülő közösség volt. A Németh László szakkollégisták Velemben és a Szombathelyi Tanárképzőfőiskolán tartották összejöveteleiket. Velem ikonikus hely, ezt ugye megállapítottuk, hiszen a velemi hétvégék és azok az együtt élések, meg az a létforma, amit ott megéltünk Velemben, az felejthetetlen, és hát tényleg a közösséget talán ez kovácsolta össze a legjobban. De hát Szombathely, a Szombathelyi Főiskola volt ugye az otthonunk 4 éven át, és hát itt születtek azok a gondolatok, és azok a radikális elképzelések és álmok is szövődtek itt, ami aztán ugye elvezetett a ezekhez a hétvégékhez, az előadássorozatokhoz, a kilátó szerkesztéséhez. Tehát mindenképpen Szombathely ugyanilyen fontosságú esik ladba. Megcsináltuk a szakkollégiumot, és akkor a szakkollégiumban hallgathattunk Európa hírű, vagy akár világhírű előadókat is, tehát egy magas intellektuális nívó, őt képviselt, mondtuk azt, hogy jobb a kínálatunk, mint mondjuk a bölcsészkarnak, mert mi tudunk válogatni innen is, onnan is, amonnan is, és nagyon sok neves oktató, aki választott volna magának kellemesebb helyet is, mint Szombathely, szívesen jött le Szombathelyre, és itt vannak a képeken a Simon Róbertől, a Miss Lövetz Ferinát, a Fellegi Tamásig sokan, akik rendszeres vendégeink voltak, vagy Navracsics Tibor a mostani Fidesz vezetésből, aki kurzust vezetett nálunk. A kiállítás megnyitó után a Krúdi Klubban a szerkesztők részvételével szép számú közönség előtt tartották meg a könyvbemutatót. A beszélgetésben részt vett Szommer Ildikó, Tokai Nagy Erzsébet, Szabó Gábor és Sümegi István, valamint a szakkollégium megalakulásában aktív szerepet játszó Miszlévec Ferenc is. Bizonyos 86-os szilveszter abból viszont jelentős volt, hogy ahogy Szabó Gáboréknál voltunk, és úgy beszélgettünk, akkor egyszer csak Ferenc mondta, hogy hát akkor miért nem csináltok egy szakkollégiumot? Ugye akkor már voltak szakkollégiumok, a Rajk László, a Bibó szakkollégium, de vidéken még nem volt olyan szakkollégium, amely ennyire tudatosan, felkészülten egy szakkollégiumot szeretett volna létrehozni. És akkor gyakorlatilag visszivesz Ferenc inspirációjára, mi elkezdtünk dolgozni. A beszélgetést zenés produkció színesítette. Szabó Róbert Endre színész az Európa kiadó dalaiból játszott el néhányat. Mocskos idő, szeretve kéne! A jövő itt van, és sose lesz vége! Mocskos idő, a sarokba bújva! A újra. Majd a szakkollégiumról összegyűjtött állambiztonsági jelentésekből hallgathatott meg részleteket a közönség Szabó Tibor és Bálint Éva tolmácsolásában. 1987. május 13-án. A Szombathelyi Berzsényi Dániel Tanárképző Főiskola egyik tanársegédje, Tokai Nagy Erzsébet, arról tájékoztatta az intézmény egyik vezetőjét, Gyekicki András, mindketten a Szivárvány Fedő nevű bizalmas nyomozás célszemélyének kapcsolatai, hogy Budapesten a múzeum körülti antikváriumban nagyobb mennyiségű szamizdat és több szigorúan B-ismernek nevezett anyag van.
hogy egy tulajdonképpen az ország központjától távol eső nyugati határszint város, ahol nem voltak komoly beruházások, nem kellett politikai eseményektől tartani, mert nem volt olyan a közhangulat sem. És egy nagyon nagy előny volt, mert főleg, ahogy mondtátok, hogy kiváló tehetséges emberek nőttek itt föl, de egy ilyen szélárnyék van. És amikor megszólaltak, akkor már tulajdonképpen nagyon sok minden szólt. És ezért egy különös kincs, hogy létre tudtak hozni valamit, ami igazán én is úgy gondolom, ma is úgy gondolom, hogy egy alternatív egyetem, bölcsészkar, társadalomtudománynak a magia volt, és nagyon kár, hogy ezt nem sikerült ezt a folyamatot igazából betetőzni, de hát még élünk, tehát még sok minden történhet velünk. Mert azért akkor lehetett látni 80-as évek közepétől egy orvosos fölépésére, hogy az így ez nem tud visszarendeződni azzal, ami volt mondjuk a 50-es évek végén, vagy 60-as évek elején. Tehát 80-as évek végén a nagyon nagy bátorságban nem kellett. De azért el lehetett veszteni állást, ki lehetett az embereket úgy munkahelyükről, és el lehetett venni útlevelet. Tehát nagyon sok minden történt még, amitől bizony sokan féltek, és ennek vannak olyan emlékeim. A Kortárs Kiadó és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének közös gondozásában megjelent kötetet két másik is követi majd, Maradok civil és Fordított napló címmel, amelyet a következő esztendőben terveznek megjelentetni.